Nagy tisztelettel köszöntjük a kedves televízió nézőket. 1975. szeptemberében járunk, amikor a Forma 1 történetében először egy F1-es autó nem 4, hanem 6 kerékkel gurult ki az aszfaltra. Sokan, a riválisok többsége, csupán egy hatalmas média hacknek, egy média kampánynak titulálta ezt az eseményt, de a valóság ennél sokkal zordabb. No, sziasztok kedves rázókő nézők itt az Unibet YouTube csatornán, köszöntöm mindenkit Nagy Danival. Sziasztok. Én Újvári Máté vagyok, vártam, hogy Dani bemutasson, de ez nem történt meg, mert hogy gondolom egyrészt alszik, másrészt pedig teljesen sokban van. Dani, nem akarok most felvezetni semmit senkinek. Ennek az adásnak a címe és a képe és témája ez a bizonyos autó, a Tyrrell P34, aminek 6 kereke volt. 6. És ez a valóság, ez megtörtént, ez nem csak egy kitaláció. Hogyan jutunk el oda, és hogy lehet az, hogy egy Forma 1-es autó 6 kerékkel rendelkezik? Hát egyébként ez pont annyira sokkoló hír volt akkor, amikor ezt az autót bejelentették 1975-ben a szezon után, így a téli időszakhoz közeledve jelentette be a Tyrrell, mint mondjuk most a mostani autók után egyszer csak ránézni a mögöttünk található képre, és akkor így feleszmélni, hogy ott egyébként elől két gokart kerék méretű kerék található, hátul meg két olyan hatalmas, összesen 6 kerék. Hát ez brutális. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog majd a kedves nézőinknek tetszeni az adás, mert engem ez a sztori, amit most elmeséljük nektek, hideg ráz, miközben beszélek róla, mert egyrészt nagyon kerek, nagyon érdekes, és tényleg egy szelete a történelem, a Forma 1 történelemről egy nagyon fontos szelet, ugyanis ez volt a mai napig, és valószínűleg örökké így marad, az egyetlen 6 kerekű autó, ami részt vett Forma 1-es futamon, és olyannyira részt vett, hogy futamot nyert abban az évben, amikor először debütált ez az autó, ráadásul 1-2-be jöttek Jody Scheckterék 76-ban Svédországban. Hol kezdjük? Most így nem is tudom. Kezdjük ott, hogy visszacsatoljunk a szombati adásra, amit Bereznaival vetítettünk nektek itt az Unibet YouTube csatornán, ahol ugye a Mercedesről sok szó esett, hogy gyakorlatilag kis túlzással egy B-autót építettek, és azért gondoltuk, hogy akkor most mi egy ilyen adást csinálnánk Nagy Danival, mert ugye Ross Brown is elmondta, hogy a Forma 1 mindig is arról szólt, hogy eszméletlenül innovatív, hogy a világ vezető mérnökei vesznek részt az autó kitalációjában, gyártásában és az egész megálmodásában. És ezúttal is ezt láthattuk, azt ugye fontos hangsúlyozni, hogy akkor nem volt olyan megkötés, hogy hány kereke lehet egy autónak. Na de most ilyen alapon, tehát hogy kinek és mikor, miért pattan ez ki a fejéből, hogy jutunk el oda, talán kezdjük azzal, hogy a 70-es évek elején a Tyrrell nem volt sikertelen csapat, hiszen ugye nyertek világbajnoki címet is. Viszont a 75-ös év szeptemberében, amikor ezt az autót bemutatták, akkor a Ferrarinak volt egy újítása, ami egész pontosan mit is jelent? Hát igazából egy új V12-es motort, ami nagyon komoly előnyt jelentett. Tehát akkor a mezőnyben a kisebb csapatok azok általában a Cosworth motort használták, ahogy egyébként a Tyrrell is tette, és az biztos volt 75 végén, hogy nem lesz 76-ra fejlesztés olyan mértékben a Cosworth oldaláról, ami ellensúlyozná Ferrarinak az előnyét. És hát nyilván próbáltak valami innovatív megoldással előállni. Ugye nagyon fontos azt tisztába rakni, hogy tényleg mi triggerelte. És hogyan jutunk el oda, hogy 6 kereke van egy autónak. Amit itt hátul láttok, ez a méretes első szárny, ez maximumra volt húzva a mezőny legtöbb autójánál, itt a Tyrrellnél is szélességébe. Volt egy szabály, hogy másfél méternél nem lehet szélesebb, ez viszont azt jelentette az összes többi csapat számára, akik normális méretű és 4 kerékben gondolkoztak, tehát eszüknél voltak. Elsőre legalábbis. Vagy hagyományőrzők, mondjuk így. Hagyományőrzők. Szép kifejezéssel. Nekik nagyon kilógott a szárnyból oldal irányba is, meg fölülre is az a kerék. És ezt tudjuk a mai napig, hogy ez a forgókerék brutál turbulens levegőt generál, és nagyon nagyban rontja az aerodinamikai tényezőjét, a hatékonyságát az autónak. Lassabb lesz az egyenesben, kevésbé lesz hatékony. És a Tyrrellnél próbáltak valami olyan kombinációt, olyan ötletet előállni, ami ellensúlyozza a lóerő hátrányt. Megpróbálták gyorsabbá tenni az autót aerodinamikailag, kedvezőbbnek a aerodinamikai tényezőit. És először próbálkoztak, tehát ez az autó eredetileg 4 kerekűnek tervezték. És mint minden más autót? Minden más autót. 9 colos kerekek voltak elől, pont azért, amit itt láttok, hogy
az első szárny mögé be tudják rejteni, és szinte semmennyit nem lóg ki az első szárnyból. Így nagyon szépen tud áramlani a levegő, és sokkal-sokkal hatékonyabb az aerodinamikája az autónak. És emiatt a végsebessége jobb, és még rengeteg egyéb tényezője. Na most kiderült, hogy a 9 szolos kerék, ami jóval kisebb volt, mint amit a mezőnyben egyébként általánosságban használtak, na hát nem elég kontaktfelület, nem ad elég kontaktfelületet az aszfalttal. Milyen meglepő, hogy egy ekkora kerék nem tud akkora teljesítményt, mint egy kétszer akkora biztosítani. De nem akarták a Tirrellnél elengedni azt, hogy oda beférjen az a kerék valahogy a szárny mögé. És ekkor jött az ötlet, hogy mi a jobb két keréknél? Kétszer kettő. Azt, és ott van. És... Hiszen három nem lehet, mert az páratlan. Ahogy néz ki neki az autó. Volt olyan, hogy három kereke volt ellennek az autónak. Óriás sztori. És Jody Scheckterrel történt meg, hogy az egyik kerék leszakadt, nem vette észre, mert nagyon nehéz volt kilátni ebből az autóból, és bejött a boxba, hogy gyerekek, valami gond van. És mondták neki, hogy milyen haver, egy kerékkel kevesebb van a kocsidon, nem vetted észre? És mit mondod, hogy ne, kicsit alulkormányzottabb volt, de nem. Ez profi volt, hát nyert ezzel futamot is, úgyhogy... Igen, nyert ezzel futamot is, és hát így alakult meg ez a koncepció, és nagyon-nagyon sok probléma volt. Lát, még mielőtt a problémákat sorolják, bocsánat, azt azért tegyük hozzá, hogy kitalálták ezt az autót, kitalálták ezt a koncepciót, de az utolsó utáni pillanatig egészen olyan módon titkolták, hogy ennek az autónak hat kereke lesz, hogy konkrétan a versenyzők is gyakorlatilag az autó leleplezésekor találkoztak magával ezzel a koncepcióval, és egymásra néztek hitetlenkedve, hogy srácok, ez komoly? Vagy április elsőjén van, vagy mi történt? A riválisok ténylegesen azt gondolták, hogy itt valami brutálisan nagy média hetsz van, és valami, nem még tudom. A szakértők is egyébként. Igen. Sőt, miután bemutatták az autót, bocsánat, még akkor is a legtöbben kételkedtek. Abszolút. Hogy ez tényleg így fog versenyezni az autó. Igen, mert amikor lehult a lepel, akkor is sokan azt mondták, hogy jó pofa dolog, oké, hol az igazi autó? És mondták, hogy nincs igazi. Há-há, marha jó pofák vagytok, de hol az igazi? És akkor a sikere lett egyébként az autónak, szponzorációt tekintve, hogy azok a szponzorok, akik már korábban leszerződtek a csapattal, ők gyakorlatilag pesgőt bontottak, mert ezt követően mindenki erről az autóról beszélt az egész világon, és szponzorok hada akart újabb szponzorációs szerződéseket kötni a csapattal, és nyilván ezt a csapat észlelte, és onnantól kezdve hát az árak ilyen szépen mentek föl, úgyhogy mosták kezeiket. Igen, hát ugye pont ezért volt teljesen reális gondolat az, hogy ez csak egy média hetsz. Igen. Csak azért, hogy föltornázták az értékét a szponzorációs felületeknek az autón. Aztán hát kiderült, hogy ez ennél sokkal komolyabb, és 1976-ban néhány futam elteltével debütált az autó, egyetlen egy autó debütált, akkoriban a Tirrellnél Jody Scheckter és Patrick Depailler versenyzett, és hát Depailler volt a második számú pilóta, és Scheckter egyértelműen az első számú, a húzó pilóta, és Scheckter az első pillanattól kezdve utálta ezt a koncepciót. Ahogy megtudta, hogy ez az autó hatkerekű, ő és ezzel nem értett egyet. Bele kell ülni, vezetni kell. Igen, és a mai napig egy jó szót nem tud róla mondani egyébként. Megnéztem néhány beszélgetést, amikor ezt az autót említi. És nem is ő debütált az autóval, Depailler. Ez, ha jól emlékszem, nem Barcelonában volt, mert akkor nem Barcelona volt a spanyol nagydíj, hanem Jarama. És hát az a vicces dolog történt, hogy az időmérő edzésen az első alkalom, amikor ez az autó a pályára ment, és senki nem hitt abban, hogy ez egyáltalán működni fog, harmadik helyen végzett vele Depailler, úgy, hogy Scheckter csak a 11. lett az előző autóval, és hát Lauda és Hunt mögött, tehát azért az egy elég népszerű időszak volt még azok számára is, akik hozzám hasonlóan még gondolatban se voltak abban az időben. Hány éves vagy, ne ragudj? 23, bocsánat. Jézusom! Te már idősebb vagy, nem? Picivel, és? Picivel, jó. Ja, semmi gond, de jól nézek. Egy eldöntendő kérdést tettél föl, igen, nemes, igen. Igen? És ugye 70... Komolyra fordítva aztán. 76-ban játszódik egy nagy részt a rás egyébként. Akkor volt, amikor Lauda és James Hunt harcolt a világbajnoki címért, akkor volt Laudának a nagy balesete, és akkor ment abba a mezőnybe ez a hatkerekű autó. Szóval aki a Rás című filmet látta, és elég sokan vagyunk, gondolom így, olyanok is, akik kevésbé követik a Forma 1-et, akkor azok is így nagyjából képbe vannak. És Hunt és Lauda mögött végzett a harmadik helyen Depailler az első időmérő edzésen, és utána a következő futamon már mind a ketten ezzel az autóval mentek, és Svédországban eljött a csoda. Svédországban nagyon jól működött az autó, és hát egy-kettőbe behozták, tehát működött a technológia, és az egyenesekben az igazán nagy
előnyét az autóhoz egyenesekbe tudta kihasználni. Tehát tulajdonképpen azt a 40-50-60 lóerőt, amit a Ferrari erőforrás többlet jelentett, azt ledolgozták azzal, hogy aerodinamikailag sokkal hatékonyabb, egyenesben sokkal gyorsabb autóval tudtak menni, mindemellett meg volt a megfelelő leszorító erő a gyors kanyarokba, úgyhogy a gyors pályákon, amit tele volt gyors kanyarral, kifejezetten jól működött az autó, csak hát voltak gondok. Na és mik voltak a gondok? Mert talán ez a kép is jól szemlélteti, hogy van itt némi probléma, ugye ez itt micsoda? Ez nem csak egy rajz. Ez nem csak egy szponzor, nem csak egy logó. Nem, ez egy kis ablak, és nem poénból volt ott, ugyanis ahogy itt látható a képernyőn, ez az autó, ezen az autón elég magasan ült a pilóta, és a pilótát nagyon körülölelte a kokpit köré épített. Egyébként az aerodinamika miatt jött fel ennyire magasra, hogy minél kevesebb része látszódjon ki a pilótának, és nem láttak ki a versenyzők rendesen, nem látták az első kerekeket a versenyzők. Ez most modern túrautó pilótaként engem marhára hidegen hagy, mert én kb. Semmit nem látok az autóból kifele nézve. De problémát jelentett a pilótáknak akkoriban, és volt egy nagyon komoly gond. Minél kisebb egy kerék, a jármű sebességéhez képest annál gyorsabban forog. Ez nagyon egyszerű fizika. És ezek a először 9, aztán 10 szolos kerekek nagyon kicsik voltak. Főleg, ha megnézitek a hátsó kerékhez képest. És olyan sebességgel forogtak ezek a kerekek, hogy a centrifugális erő hatására a gumi az elkezdett így felfújódni, kitágulni, és egyszerűen kiment alul a levegő. És nem értették, hogy miért. Egyszer az egyik kerék, egyszer a másik, és nem értették, mert nem látták a pilóták, hogy mi történik. És emiatt, és hogy jobban lássanak a pályán a pilóták, csináltak két ilyen kis ablakot, ami egyébként borzalmas megoldásnak bizonyult, mert valószínűleg a verseny első két körében már olyan koszos volt, hogy semmit nem lehetett látni. És azt képzeljétek el, hogy ezek a versenyzők elmentek tesztelni, és így nézték, hogy mi történik menet közben. Nyilván akkor is voltak már kameraeszközök, meg minden, de azért a 70-es években még nem ott tartottunk technikailag, ahol manapság. Ez így van. Ugye van egyébként a korból néhány olyan videó, amit fel lehet lelni ezen a videó megosztón is, amikor akár Jackie Stewart, akár Jody Scheckter, vagy az előbb említett francia úriember végig beszélnek kistózással egy kört, mint ahogy néhány évvel ezelőtt George Russell is megtette ezt valamelyik visszatérő vagy új helyszínen a Forma 1 szabadezés során, és egyrészt lenyűgöző nézni azokat a videófelvételeket, pontosan ez az, Monte Carlo-ban lehet nézni egy ilyen, hát nevezzük onbornak, vagy az a felülbornak, vagy nem tudom. Upboard. Az akkori drón upperboard megvilágosodik, szóval eszméletlen felvételek, és mai szemmel azért elnézve már csak biztonságtechnikai szemmel is, tehát hogy ez manapság ez közelében nem lehetne egy olyan autónak, amit engednek a rajtrácsa, és most tekintsük el a kerekek számától. Tehát próbálom kanyarba megállítani, ugye kanyarodik vele. Ugye kanyarban azt mondták, hogy iszonyatosan instabil. Jody Scheckter állandóan erre panaszkodott, hogy instabil az autó, nem tudok vele mit kezdeni, nem tudom normálisan irányítani. Mind a négy kerék fordult elől, ami egyébként szemnek most ebből a felső kamerán nézve tökéletesen átjön, és egyébként borzalmasan néz ki, vagy nagyon-nagyon-nagyon furcsán néz ki. Tudod, nekem mint egy százlábú, nem olyan? Nagyon fura, nagyon fura. Nekem egyre jobban tetszik, minél többet nézem, nyilván Mátéval felkészültünk, nem tudom, hogy Máté mennyire készült fel, én felkészültem, hát, kivételesen. Kihozni belőle a maximumot, ami nem annyira könnyű, de hétről hétre nekiveselkedünk ennek. Már aki, mindegy. És tulajdonképpen a legnagyobb probléma ezzel az autóval az volt, hogy ezek a kis kerekek, hogyha változó tapadási viszonyokkal találkoztak, huplis pályával találkoztak, lassú kanyarokkal, folyamatosan különböző sebességgel forogtak a kerekek, volt olyan, hogy a jobb oldali első-első kerék a levegőben volt, a hátsó kerék meg még a földön volt. És ebben a pillanatban így folyamatosan változott. Egyszer hosszú tengelytávú autóként viselkedett, és stabil volt, alulkormányzott, egyszer meg rövid tengelytávú autóként, és nagyon túlkormányzott volt, és ez a pillanat töredéke alatt tudott változni, és erre mondta az Scheckter, hogy gyakorlatilag egy kalap semmi, egy nulla, borzalmas, alapvetően nagy tapadás volt elől, mert a dupla kerék miatt gyakorlatilag a kontaktfelület az megvolt az aszfalttal, bőven talán még több is volt, mint a többi csapatnál, de egyszerűen nem működött a technikás pályákon. Ráadásul, hogyha belegondoltok, az egyik kerék kitakarja a másikat, a fékhűtése is nagyon komoly problémák voltak, de végül mégsem ezek okozták az autó vesztét. Ez egy nagyon jól működő, nagyon jól debütáló, minden elvárást felülmúló koncepció volt, amit egyébként sokan nem emlékeznek erre. Tehát mindenki, az a hat kerek autó, ennyi van meg. Hát figyelj, én emlékszem,
pontosabban arra nem emlékszem, hogy először mikor találkoztam életem során ezzel a hatkerekűvel, vagy hány éves voltam, vagy milyen időszakban, de arra tisztán emlékszem, hogy amikor először láttam egy képet, és azt mondták, hogy ez szerepelt Forma 1-es VB-n, mondtam, hogy hülyék vagytok, biztos, hogy nem, tehát hatkerekű autó, ne szívassatok, tehát hogy biztos, hogy nem, és ehhez képest most valóban ugye én maximálisan felkészültem, Dani pedig így próbál húzni felém, tehát hogy azért a korabeli leíratok jól visszaadják azt, hogy futamgyőzelem még jutott az autó. Mi van? Bolivári Máté volt. Volt itt egy-kettő, tehát hogy ez rövid távon kifejezetten jól teljesített, olyannyira, hogy ezt csapatok megpróbálták másolni. Nagyon jó. A Williams is csinált ilyet, a Ferrari is próbálkozott ilyennel, aztán nyilván különböző okok miatt elbuktak, hiszen ugye, ahogy te is mondtad, voltak problémák. Mi volt talán a legnagyobb probléma? Az első gumiknak a kopása. És ugye akkoriban, mert az egyik reális kérdés jöhet, hogy hát mit csináltak a kerékcseréknél? Úristen, 6 kerék, az még több munka? Nem voltak akkoriban kerékcserék. Akkoriban még nem. Végigmentek egy egész futamon. Végigmentek simán egy tankkal, és 6 kerékkel, vagy éppen 4-gyel, kinél mennyi volt található. Úgyhogy ez nem volt limitáló faktor, viszont ezek az első kerekek nagyon hamar elfogytak. Nyilván elég nagy tapadás, elég nagy terhelésnek voltak kitéve, és nem fejlesztette a Goodyear ezeket a gumikat, mert senki más nem használta a Forma 1 rajtuk kívül. És az egészen odáig fajult, amikor 77-ben ennek az autónak egy minimálisan módosított változata debütált, akkor már Jody Scheckter ott is hagyta a csapatot, annyira elege volt az egészből. Köszönöm szépen ezt a projektet, igen. Igen, és akkor tulajdonképpen egy valamilyen 76-os fejlesztésű első gumik voltak a vadi új, ropogós, brutál teljesítmény növelt hátsó nagykerekekhez, és teljesen felborult az autó egyensúlya. És itt van egy nagyon érdekes összeesküvés elvélet, amiket én nagyon szeretek. Igen, azért hoztam a te kedvedért. Parancs, ezt nem is beszéltük meg. És mi az elmélet? Képzeld el, nem fogod kitalálni, hogy melyik csapat van benne. Mercedes. Ferrari. Csak nem a Ferrari volt. Ez az egyetlen eset volt, amikor Ferrari politikai eszközökkel próbált nyomást gyakorolni. Soha nem adott még erre. Ez az egyetlen. Viccet félretéve, a Ferrari elvileg megpróbálta elintézni, és aztán sikerrel is járt, hogy a Goodyear annyira lekötötte egyéb munkákkal, amik hasonló platformon különböző tesztfeladatokat, fejlesztési feladatokat láttak el a Ferrari-nek a Goodyear, hogy egyszerűen nem maradt idő, energia. Hiába fizetett volna Tyrrell azért, hogy teszteljék és csináljanak, fejlesztenek gumit, mert anélkül nem fog működni ez a projekt. Egyszerűen a Goodyear azt mondta, hogy nem tud mit csinálni, mert le van terhelve. És erre azt mondják, szegények, hogy itt a Ferrari volt, mert hogy annyira féltek ettől az autótól, mert annyira jól működött eleinte, hogy hát nyilván, amit az előbb mondta, elkezdték ők máshol is megpróbálták ezt fejleszteni. És én örülök, hogy ezt felhoztad, mert... Végre, köszönöm, hogy 20 perc után van valami, igen, igen. Hát az végre mondtál valami. De hogy a Ferrari is gyártott, azoknak hátul volt egyébként két kerekük, és 4 kerékhajtású autókról beszéltünk. És a Williams ment a legmesszebb, és a Williams, azért, akkor már azért a Grand Effect érába elkezdtünk belemenni, az már 80-as évek egyébként, hogy annyira meg tudtak hosszabbítani a padlólemezt, ezeket a Venturi csatornákat, hogy brutál plusz tapadást nyertek, brutális plusz leszorítóerőt, emiatt volt elsősorban a 4 kerék, meg hát nyilván a plusz tapadásban próbálkoztak. Azok az autók ott egyébként 6 egyforma kerék volt, tehát az a gumi fejlesztés terén is egy picit jobb volt a helyzet. És azokat az autókat nem engedjük. Annyira jó volt a Williams, hogy ott meg összefogtak a csapatok, és azt mondták, hogy ezt ne engedjük, mert ez el fognak szállni a költségek. Ha ezt engeditek, akkor el fognak szállni. És a mai napig számomra ez a megdöbbentő, hogy sok mérnök azt mondja, hogy ha most építeni kellene egy Forma 1-es autót úgy, hogy nincsen semmilyen megkötés, valószínűleg 10-ből 4-5 mérnök megvizsgálna a lehetőségét egy esetleges 6-kerekű koncepciónak, hogy annak elő lennének-e kerekei, vagy hátul. Azt most innen elég nehéz megmondani. Talán dr. Újvári Máté mérnök ezt most megfejti nekünk, vagy van nem. Rá mindegy. Ötlet, de az majd egy másik műsor. Az egy másik, az egy tech-driven műsor. Azért azért nincs előttem, hogy Lewis Hamilton 6 kerékkel, vagy Max Verstappen pedig 8-al. Elkészítették Máté a Forma 1 2022-es koncepció autóját 6 kerékkel, ezt itt láthatjátok, de ez valószínűleg most még nincsen bevetés alatt, bár ki tudja, hogy a Red Bull, a Mercedes különleges megoldás. Na, egyébként viccet félretéve, bannolták ezeket a megoldásokat, betiltották a 4 kerékhajtást, innentől kezdve a hátul 4 kerekes autók azok ennyi, hello, és meghatározták a kerekek számát is 4-re, úgyhogy valószínűleg ez a szabály most már egy darabig így megy, ameddig nem
mágneses meg repülő autókat fogunk látni, addig valószínűleg négy kerekűek lesznek. Egyébként kis kulisszatitok, pénteken 3:30 zajlik ez a felvétel, és nem tudom, Dani, nézted-e így az adás előtt, volt rá időnk, hiszen nagyjából rád vártunk egy ilyen 2:30-et, hogy eltűnjük kezdeni ezt a forgatást. Nem tudom, kikésett a vajon megbeszélt időpontról. Melyik csapat volt az, amelyik azt mondja, hogy akár jogi útra is tereli a dolgokat a Mercedes autójával kapcsolatosan, hiszen gyakorlatilag lett egy ilyen B-autójuk, mint arról nyilván hallottatok, láttátok is a videót az előző adásban, szóval melyik lehet az a csapat, a formány, aki azt mondta, hogy hát ők kihasználnak a jelenlegi helyzetüket, és akár lehet, hogy ügyvédek bevonására is sor kerülhetnek. Szerintem a Bár Honda volt. Igen. Igen. Tyrrell, Bár Honda, Brown GP Mercedes, ez az autó sztoria. A Tyrrell csapatnak egyébként tényleg ez a sztoria. Igen. Tehát a Tyrrellen, hogyha elindulunk, akkor a végén a mostani Mercedes gyári csapathoz érkezünk meg. A Bár Honda, Brown GP és Mercedes és GP. Egyébként... Vagy hát nem így hívják a Mercedes, de mindegy. Igen, nyilván a Ferrari volt ez a csapat, de hogy egyébként beleillik ez a koncepció is az elmúlt évtizedekbe, hogy beszélgetünk egy ilyen autóról, ami abszolút formavontó ötlet volt, és most azok után, hogy a Mercedes gurított egy nagyot a hibrid érában, megmutatták a DAS rendszert, ami megint egy olyan volt, hogy tátott szál nézett mindenki. Hát emlékszem, hogy Daniel Ricciardo azt mondta, hogy gyerekek, nem tudom, ez legális vagy nem legális, de eszméletlen, hogy ezt meg tudták csinálni, hogy fölmerült az ötlet, véghez vitték, és használható is volt ugye abban a szezonban, és most megint egy olyan idény előtt vagyunk, hogy hát a Mercedes azt mondta, hogy hát igazából vannak szabályok, amiket lehet egy picit tágan értelmezni, és azon belül mozogva hihetetlen dolgokat csinálnak már megint. Igen, nyilván itt a legtöbb kérdés azzal kapcsolatban érkezett hozzánk, hogy ez az autó egyébként legálisnak tűnik. Majd kiderül az első technikai átvizsgáláson, de egyébként megvan a bukóketrec, tehát hogy mindennek megfelel. Ugye az nincs meghatározva, hogy ekkorának kell lennie az oldaldoboznak. Az meg van határozva, hogy kell legyen oldaldoboz, kell ott legyen légböngyő a két oldalt egyébként, de az nincs meghatározva, hogy annak 10 centi, 20 centi vagy 40 centit kell kilógni oldalra. Azt hiszem a hűtés lesz a legnagyobb probléma. De én ezzel kapcsolatban így összehasonlítani a mostani időt a régi idővel, amikor például hatkerekű autó volt, vagy volt ez a fenkár, meg volt nagyon sok érdekesség. Egyébként írjátok meg kommentben majd nekünk, hogy van-e olyan autó, amiről még szeretnétek látni egy ilyen mélyebb elemzést, mert én nagyon szeretem ezeket a sztorikat, Máté is kedveli ezeket a kis háttérinfó, szösszeneteket, összeesküvéseket. Hogyha van valami konkrét autó, amivel kíváncsiak vagytok ilyen kicsit mélyebb adásra, akkor írjátok meg nekünk. De hogy sokan azt mondják a mai napig, hogy milyen jó lenne, milyen jó volt régen. Hogy akkor mennyire érdekes mérnöki megoldások voltak, és milyen izgalmas volt az off-season, hogy ki hogyan oldja meg, és hatkerék, és ilyen olyan megoldások, aktív felfüggesztés, miért nem lehet szabadjára engedni most is? Tehát ez hozzá kell tenni azt, hogy néhány évtizeddel korábban, ha egy futamon volt két-három párharc, ami jól nézett ki, az lehet, hogy sokat mondunk vele. Tehát pont amiatt, mert óriási a szabadság, kijön a különbség a csapatok között, kinek mennyi pénze van, ezért van a részben ezért van a költségsapka, hogy ne legyen egy Ferrari-nak tízszer akkora büdzséje, mint egy háznak, és akkor már mindjárt nem működik az egész. Illetve hát, hogyha nagyon nagy szabad teret adsz a mérnököknek, akkor nagyon sok eltérő koncepció fog létrejönni, és egyszerűen szinte lehetetlenség, hogy a 10 különböző csapat teljesen szabad kezet kapva egy másodpercen belülre hozza az autóit. Nem fog megvalósulni, ezért van szükség a mai időben, a mai fejjel gondolkozva egy olyan szabályrendszer megalkotásra, amivel rengeteg szűk, szoros szabály van, azon belül persze lehet érdekességeket látni, hát tele van a mezőny most 2022-ben érdekes autókkal, de meg kell szabni a kereteket, mert akkor lesz izgalmas, akkor lesz szoros a csata. De szép volt. Köszönöm. Így az adás lezárásának, úgyhogy már is vége? Ez nem is tudok semmit hozzátenni. Tényleg a komment szekcióban várjuk az észrevételeket. Ezzel az adással kapcsolatban mennyire tetszett nektek ez az ötlet, mennyire tetszett ez az autó. Egyáltalán megvolt-e nektek ez a sztori, hiszen azért a nézőink többsége még Daninál is fiatalabb, pedig hát ő is éppen csak be tud menni a boltba, hogy esetleg egy kis folyékony kenyeret vegyen magának estére a foci mérkőzéshez. Szóval mennyire tetszett, mennyire volt jó, mennyire nem. Milyen hasonló jellegű adásban gondolkodjunk esetleg szerintetek, és ne feledjétek, ez az a hét, amikor vasárnap már meg lesz a 2022-es Forma 1-es szezon első győztese, aki nem más, mint, és ezt írjátok meg a komment szekcióba, találkozunk szombaton. Sziasztok! Sziasztok!